Iszael, Poservéd, Lovrencsics gól. Megszerzi a vezetést a Ferencváros az 57. percben. Az egykori budafoki játékos Lovrencsics Gergő érkezik. És szerzi első gólját a szezonban. És ez az első olyan ferencvárosi gól a szezonban, a 30. gólja Fradinak, amelyet magyar játékos szerez. Iszál ellövi, Poser csak oldalra tudja ütni, de Lovrencsics számít arra, hogy ez kipattalhat. A csapatkapitány révén vezet a Fradi. Rebrov öröme. Hát vagy így, vagy úgy. Így még soha nem, hogy Lovrencsics gólt lő. Lovrencsics a 13. góllövője a Ferenc. Ez megpattan, ez kéz volt, 11-es. Hát könnyen lehet, hogy megrúgja a másodikat nagyon gyorsan a Ferencváros az elsőre. Büntető Szomália beadása. És itt a kezezés. Harátyin a büntetőrugója a Ferencvárosnak. Ő készülődik. Két gólos eddig a szezonban Harátyin. Paks ellen berúgta a büntetőt a héten. 62. perc. De berúgta ugye a Barcelonában is, Camp Nou-ban. Vajon tud-e Póser segíteni és mérkőzésben tartani a Budafokot? Harátyin, 2-0. Simán belövi Harátyin, nagyon-nagyon biztos lábbal, mint mindig. És ezzel azt hiszem el is dönti a mérkőzést. Poser a másik irányba várta a labdát. Harátyin mellé lép, kivár egy picit. Ez megvan. Szomáliának nem jó a labda. 4 budafoki megy most. Iring Farkas szépen teszi maga el. Iring Farkas beközépre gól. Szépít a Budafok Zsóri góljával. 2-1. Egy jó labdaszerzés, és Iring Farkas rendkívül önzetlen volt. Zsórinak meg az üres kapuba kellett csak lőnie. Gólt kap a Ferencváros az idén során másodszor mindössze hazai pályán a bajnokságban. Itt Lovrencsics elpasszolja, és ebből jön az ellentámadás. Szabó Iring Farkas gyönyörűen teszi maga elé, és gólt lövet Zsórival, akinek azért be kellett ezt rúgnia ott két védő között. Nagyon dicséretes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.